Tehát a következő történt. Tehát kezdem az elején. Szerdán, azt hiszem szerdán írtam nektek is a levelet, szerdán este odajött a fiam, hogy másnap Petőfiből fognak dolgozatot írni az iskolába, és kérdezem ki a Petőfinek az életét. És a kezemben nyomott egy ilyen A4-es lapot, eleje hátulja tele írkálva, születési dátumok, életesemények, tehát gyakorlatilag Petőfinek az életrajzát. Na, mondom, jó van, Gergő, akkor mondjad. És akkor kezdtem mondani, az első információ, amit Petőfiről lehet tudni, hogy 1822. december 31-éről 1823. január 1-ére virradó éjszaka született valamikor, úgyhogy gyakorlatilag nem lehet tudni pontosan, hogy melyik nap született, mert ugye valamikor éjszaka született, és kezdtem mondani, hogy édesapja, Petrovics István, Mészáros mester, édesanyja, Hrusz Mária, blablabla, és akkor ott mondta tovább, de ez én nagyam, itt leállt, hogy nem lehet tudni, hogy melyik nap született Petőfi. Hát hogy nem lehet tudni, melyik nap született Petőfi? Nehogy már a kínai asztrológiával ne lehessen megnézni, mert ugye, ha semmi más nem nézünk, csak az önelemet, hát akkor is ott óriási különbségek vannak, és Petőfinek előttünk van az egész élete. Petőfinek, ha megnézzük ha csak rámentek a Wikipédiára, de ne a Wikipédiára menjére, rengeteg Petőfi önéletrajzot lehet találni a neten, életrajzírások, olyan forrásokból, akik ismerték Petőfit, és nem utolsó sorban Petőfi egy életrajzi költő volt, ami azt jelenti, hogy a verseiben a saját életét írta meg. Tehát, hogyha visszaolvassátok, vagy megnézitek Petőfinek a verseit, akkor a verseivel végig lehet követni az egész életét, hogy mikor, mit csinált, hol volt, mert mindenről írt egy verset. Meg hol írta, és leírta, hogy mit csinált, hogy érezte magát benne, tehát a személyiségéről, a karakteréről, mindenről egy teljes képet kapunk, ha egy kicsit elolvassuk ezeket a verseket, vagy az életrajzát. És őszinte leszek hozzátok, tehát ez az, amit mondtam már itt a szünetben, hogy engem sose érintett meg nagyon Petőfi, sose foglalkoztam vele azon kívül, amit tanultunk az iskolában. Addig nem jutottam el, hogy Petőfi milyen ember lehetett, milyen személyiség lehetett. Úgy most kezdtem el azon gondolkozni, hogy itt egy 26 éves srácról beszélünk. Meghalt egy 26 éves srác, úristen, hát most abból indulok ki, én azt gondolom, hogy én olyan fiatal vagyok, mert ugye, és nálam mennyivel fiatalabb volt Petőfi, mert ugye abból szoktunk kiindulni, vagy nem tudom ti, hogy vagytok vele, de amikor nekem kiskoromban anyujék mondták mindig, hogy meghalt egy 40 éves nő, jaj, de fiatal volt, akkor gyerekkoromban mindig azt gondoltam, hogy 40 éves nem is volt olyan fiatal. És akkor most itt vagyok 40 évesen, és tényleg, hát én fiatal vagyok, de most egy 26 éves srácról beszélünk, hát én úristen 10 évvel idősebb, mint a fiam. És elkezdett érdekelni Petőfinek a személyisége. Na jó, ki volt ez a Petőfi? Petőfi, 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 annyit halljuk már, hogy Petőfi, hogy nem jelent semmit, nem Petőfi, hát igen, a nagy költő. Na jó, de ki volt? Nézzük már meg. És akkor így indult ez az egész Petőfi téma. Rámentem egyből elő a kalkulátort, ugye sajnos a kalendárium nem megy vissza 1800-as évekig, úgyhogy kénytelen voltam itt a kalkulátorra hagyatkozni. És akkor szépen bepötyögtem, hogy na jó, nézzük, annyit tudunk, hogy valamikor éjszaka született. Ugye ez azt jelenti, hogy körülbelül akkor 31-én olyan Satzper kb. 10 után kellett, hogy szülessen, mert ha 10 előtt született volna, akkor már nem mondják rá, hogy éjszaka. 1800-as évek decemberben járunk, hamar sötétedik, tehát végülis 10-11 óra körül már rá lehet mondani, hogy éjszaka, főleg amikor ezer mással el vagyunk foglalva, és nem azt nézzük, hogy nincs is karórán kezdjük. Kezdjük ott. Úgyhogy, tehát abból indultam ki, hogy valamikor 10 óra, 11 órától kezdve, mondjuk másnap hajnali 5-6 óráig. Mert amikor már 6 óra után születik valaki, akkor már nem mondjuk rá, hogy éjszaka. Akkor az már inkább hajnaltájt született. Ez csak semmi gond. Ez csak figyelj, józan paraszti ész, hogyha belegondolsz. Tehát körülbelül ebben az intervallumban született. Na most az az igazság, hogy én úgy vagyok vele, hogy ha a születési óra percet mondjuk egy olyan 3-4 órán belülre nem tudom besatszolni, akkor nem állok neki nagyon pontosítani. Elvileg a nyugati asztrológiával vannak olyan, például primer direkciós módszer, vannak olyanok, szekunder direkciós, stb., amivel meg lehetne nézni,
a kínai asztrológiával 2 órán belül tudod megnézni, 2-3 órán belül, ugye elkezdheted nézni az állatokat például az arcon, meg amiket majd megmutatok, hogy miből lehet következtetni. De én személy szerint nem állok neki akkor, hogyha nem tudjuk 4 órán belül mondjuk a születési időt pontosítani, mert hogy a kínai asztrológiával, ha nem tudod az óraoszlopot, akkor is nagyon pontos elemzést tudsz elkészíteni. Jó, mert ott már egyből a napnál is váltás van. A nyugati asztrológiában nem, mert maximum hold megy át egy másik jegybe, de az összes többi bolygó nagyjából ugyanott helyezkedik el. Úgyhogy ennyiben a kínai asztrológiával konkrétabban be lehet lőni Petőfinek az életét. Na jó, és akkor kinyitottam a kalkulátort, beírtam a 2 lehetséges dátumot, és az jött ki, hogy hogyha 22-ben született, azaz december 31-én, akkor egy jinföld bivaj napon született, hogyha már évfél után született, elsőjén, akkor pedig yang fém tigris. Na most figyeljetek, anélkül, hogy bármit belemennénk még így az életeseményekbe, ti mit gondoltok? Egy jangfém, tehát a jangfémről mit tudunk? A hős, a harcos, az igazságbajnoka, a jangfémnek életeleme, hogy egy ügyért, egy eszméért, ha kell, az életét adja. És ezt most nem Petőfi miatt mondom, hanem egész eddig erről beszéltem. Milyen a jinföld? Elfogadó, kompromisszumkész. A jinföld szeret harcolni? Nem. Ugye, gondoskodó? Igen. Tehát, hogyha most ebből indulunk ki, akkor már szerintem már innentől kezdve ugye nem lenne kérdés, de akkor tovább megyek. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választatok. Fényesebb a láncnál a kard, mert jobban ékesíti a kard. És mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. Ez ki mondja, egy jangfém vagy a jinföld? Ugye? Tehát, ha egy picit az ember asztrológiával foglalkozik, hogyha csak az első 2 órán vettetek részt, ugye, akkor tulajdonképpen innentől kezdve már gyakorlatilag meg is van, hogy mi lehet a válasz. Na de azért ennél menjünk tovább, és nézzük meg jobban, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat kikövetkeztetni. Ugye az első, amit mondtam, hogy például ilyenkor 1. meg lehet nézni az arcot, 2. megnézzük a szülőknek a horoszkópját, ha tudjuk, mert a gyerekek horoszkópja nagyon gyakran hasonlít a szülőknek a horoszkópjához. Rákerestem Petőfiről rengeteg fénykép, nem fénykép, de rengeteg kép van fent a neten. Akár festmény, még fénykép is van, vannak portrék. Hogyha megnézitek, akkor a szemek nagy kerek szeme volt, a nagy kerek szem éles szúrós tekintete, nagy kerek szem az a tigrishez tartozik. A nagy kerek szem a tigrishez tartozik. Ugyanakkor itt körülbelül eddig, hogyha megnézitek, az egy az egybe a tigrisnek a vonásai. Így körülbelül orvonalig. Az orvonaltól lefelé, előre felé jövő arc, tehát egy kicsit így előre felé jön az arc, ilyen hosszabb hegyes sor, az első 2 fog, mint a nyuszinak, így kicsit ilyen volt. Ferdék voltak a fogai, előre felé állt a felső állkapcsa, egy az egybe az a patkány. Tehát körülbelül orrtól lefelé, ha megnézitek, az egybe a patkány. Hát ugye patkány, így is, úgy is patkány hónapban született, úgyhogy elvileg ez nem meglepetés. Oké. Tehát megnézzük ilyenkor a külalakot. Most ugye abból a szempontból vizsgáljuk, még ott tartunk, hogy jangfém vagy jinföld. Történeti leírások szerint azt mondták, hogy Petőfi az édesanyjára hasonlít, kinézetre az édesanyjára hasonlított, vékony termetű, alacsony cinger, mindössze 162 cm magas volt, beteges, magyarán nyüzüge testfelépítése, szembetűnő volt, az a hosszú vékony nyaka, ami a beesett vállából kiemelkedett, ezt írták. A bivajhoz, ha emlékeztek, akkor külön mondtam, hogy erős nyak, rövid nyak, erős, ilyen kicsit tömzsi nyak tartozik a bivajhoz. Azon kívül általában magasak, erőteljes testfelépítésűek. Tehát nem véletlenül a bivajról nevezték el, az egy erős állat. Tehát a bivajjal a képletben, ha bivaj napon született valaki, akkor egyáltalán nem valószínű, hogy vékony, cinege, beteges, nyüzüge testfelépítése lenne.
Oké. Ha megnézzük a szülőket, képzeljétek el, megtaláltam a szülőknek a horoszkópját, vagy hát a születési dátumát a neten. Az édesanyja Yangfém napon született. Az édesanyja Yangfém. Az édesapa meg Yinföld. Puff neki. Puff neki. Nem jutottunk messzebb, vagy nem jutottunk közelebb a megoldáshoz. Azonban az édesanyja Yangfém. A mennyei törzsekről azt mondtuk, hogy ez mindig, ami látszik. Többek között ugye a kinézet is a mennyei törzsek alapján nagyon jól következtethető. Petőfi az édesanyjára hasonlított kinézetre, az édesapjára természetileg. Oké, most akkor ez lehet ez is, lehet az is, bár egy kicsit nekem egy kicsit elhúzza az édesanyja felé, a kinézet felé a dolgot, tehát kap a Yangfém egy strigulát, de erre még mindig nem mernék mérget venni. Azonban, hogyha tovább megyek, akkor azt látom, hogy ha Yinföld napon született volna, ugye az év és a hónaposzlop az így is ugyanaz marad. Így is lóév, így is patkány hónap. Azaz a horoszkópnak a struktúrája az már megvan. Hogyha Yinföld napon született volna, akkor a hónaposzlop egy Yangvíz patkány, a Yinföldnek a Yangvíz patkány az a pénzeleme. Akkor egy erőteljes nem is kicsit pénzelemes, nagyon pénzelemes struktúra lenne a horoszkóp. Hogyha a naposzlopa Yangfém, akkor a Yangfémnek a víz az az intelligencia eleme. Erős az intelligencia eleme, mert alul-fölül víz van. Oké, most abból indulunk, hogy egy költőről van szó. Tehát ha Petőfi Yinföld lett volna, akkor Petőfi azért írt volna, hogy abból pénzt csináljon. Akkor a lóvéért írt volna. Akkor azért írt volna, hogy ezt hol lehet eladni, hogy tudja értékesíteni, hogy tudja ebből fönntartani magát, hogy tudja biztosítani a jólétét. Hogy lehet ebből üzletet csinálni, mert a pénzelemes az célorientált. Egy pénzelemes ember, tehát egy pénzelem struktúrás horoszkópnak igenis fontos az, hogy meg tudjon élni, hogy miből él. Oké. Ha Petőfi intelligencia elemes, az intelligencia elemnek mi az ismérve? Az, hogy beszél. Mondja, ami benne van. Vagy mondja, vagy leírja, hogy megmutassa magát, hogy szerepeljen, hogy a benne lévő gondolatokat megossza a külvilággal. Jó, tehát az intelligencia elem szól a kommunikációról. Tehát most van egy költő, nézzük meg, hogy Petőfinél mi mutathatja, tehát ennél a képletnél mi mutathatja a versírást. A versírás mutathatja egyrészt az intelligencia elem, másrésztről mutathatja a víz. És miért? Azért, mert a víz, azt mondtuk, hogy a víz az a gondolat, a gondolkodás, kommunikáció, hogy a benned lévő gondolatokat lekommunikálod. Tehát mutathatja egyszer a víz, mutathatja egyszer az intelligencia elem. Petőfiről annyit lehet tudni, azt írták, hogy egész kiskorától kezdve, 5 éves korától kezdve verseket írt, vagy szavalt, verseket szavalt, rímekben beszélt. Egy ízben ott járt náluk este a lelkész, sokáig ott volt a kispetőfi, 5 évesen elaludt, és amikor ment el a lelkész, akkor felébresztették, hogy köszönjön a lelkész bácsinak. És Petőfi, a kispetőfi 5 évesen felébredve az esti álomból rímekben köszönt el a lelkésztől. Ezt írják az életrajzában. Tehát gyakorlatilag 5 éves korától kezdve a szüleinek verset írt, hát gondolom nem leírta, de verseket szavart, verseket írt a születésnapokra édesanyjának és az édesapjának. Egész korán, 5 éves korától kezdve már verseket írt. Hogyha megnézed a víz, ha ez az intelligencia elem, a víz, akkor az már egyből itt az első oszlopban itt megjelenik. Ugye? Tehát egyből 17 éves kor előtt már megjelenik. Petőfiről egyébként azt mondják, hogy a magyar irodalomnak az egyik legtermékenyebb költője volt, egyfolytában írt. Ha valami eszébe jutott, már leírta. Elment valahova, leírta. Beállt a katonassághoz, leírta. Elment színésznek, leírta. Mindent egyfolytában írt. Ez sokkal inkább egy intelligencia elemes valakire jellemző, mint egy pénzelemes valakire. Jó? Aztán, hogyha tovább megyünk az életében, akkor
akkor a következőket írják róla, ami szintén az intelligencia elem felé viszi el a mérleg nyelvét, hogy érdekesen tanult az iskolában, mert ilyen végletes volt. Egyrésztről csupa jeles volt azokból a tantárgyakból, amit szeretett, másrésztről megbukott, bukdácsolt, és nem volt hajlandó tanulni azokból a tantárgyakból, amik nem érdekelték. Ami érdekelte, az az irodalom volt és a nyelvek, ami nem érdekelte, az a történelem, és mit tudom én, a történelemre emlékszek, a matematikát, azt csak hozzáteszem. Ezt nem olvastam, ezt csak mondom. Jó, tehát az a lényeg, hogy amit írnak róla, és még érdekes, hogy csak azt tanulta, amit szeretett, amit nem szeretett, azt nem tanulta. Akkor sem tanulta, ha megfenyegették, hogy kirúgják az iskolából. Ez megint csak az intelligencia elemnek a sajátossága. Hogyha neked intelligencia elemes a gyereked, akkor ne csodálkozz azon, hogy csak azt fogja tanulni, ami érdekli. Mert az intelligencia elem addig tud figyelni, amíg valami érdekli. Ha valami megragadja a figyelmét, abba beleássa magát, de addig a pontig, amíg érdekli. Ha valami nem érdekli, emlékeztek, bekerül a szimbolikus, nem fontos dolgok fiókba, és onnantól kezdve az el van felejtve. Jó? Tehát az, hogy azt írják róla, hogy gyerekkorában csak azt tanulta, ami érdekelte, az megint csak plusz egy pont az intelligencia elem javára. A következő, amit írtak róla, iskoláról iskolába vitte az édesapja, mert ez a kettősség megfigyelhető volt a tanulmányait illetően. Vagy kitűnő volt, vagy nem, vagy megbukott. Tehát valamiből megbukott, a többiből megjeles volt, ami érdekelte. Mindez egészen 16-17 éves koráig tartott, amikor is 17 éves korában elege lett a tanulásból, és úgy döntött, hogy valóra váltja gyerekkori álmát. Két gyerekkori álma volt Petőfinek, azt írják. Az egyik, hogy vándorszínész legyen, a másik, hogy katona. Vándorszínész vagy katona? Figyelj, intelligencielemnek mi a fontos? Hogy megmutassa magát, hogy szerepeljen, hogy beszélhessen, hogy elmondhassa a gondolatait. Vándor színész legyen, vándor, mert vízelem, a hónaposzlopa, a víz az az elem, emlékeztek, ami egyfolytában jön, megy. Tehát egy erős vízelemmel az embernek a horoszkópjában egyfolytában jön, megy az ember. Egyfolytában utazik, jön, megy, szervezkedik. Vízelemmel nem tudsz leülni a fenekedbe. Figyeld meg magad egy vízelemű napon. Amikor erős a vízelem, már pedig ebben a horoszkópban a hónaposzlop, tehát az évszak, víz évszak, a vízelem a legerősebb elem ennek a horoszkópnak, akkor az emberben ott van az egyfolytában jövés, menés, mozgás. Jó? Tehát vándor színész akart lenni, vándor, mert hogy vízelem, színész, mert hogy intelligencia elem. Jó, és mi volt a másik vágya? A katonaság. Jinföld vagy jangfém? Hát melyik akar katona lenni? A jangfém, ugye? Tehát ugye, hogy meg nem szólal a horoszkóp? Ott van benne. Ezért szeretem a kínai asztrológiát, mert amikor elkezded nézni az analógiákat, és meglátod a horoszkóban, értelmet nyernek az életesemények, meglátod az embert mögötte. Tehát akkor a dátum, ha asztrológiai szempontból nézzük, akkor Petőfi születési dátuma minden valószínűség szerint 1823. január 1-je. Óra percet nem tudok. Nem tudunk. Utána lehet nézni, ha van kedvetek, akkor házi feladat. Hogy végig lehet nézni az este 10. De sőt, ugye innentől már csak patkányórát nézünk, egészen a hajnali órákat. Ugye, hogy milyen klassz? Figyelj, azt gondolom, hogy ezzel a tudással, ami már nektek is megvan, nem nehéz eldönteni egy ilyen dilemmát. És a történészek ugye nem boldogulnak vele, ti asztrológusok fogtok.